A Gála műsor a kárpátaljai Kovács család videójával indult, akik ezúttal nem tudtak itt lenni, de elküldték üzenetüket. Majd az idei kötelező versek írójával, Bíró Tímeával láthatott egy beszélgetést a közönség, és felléptek a nyertesek, a Pény lánytestvérek. A műsor vendégművésze Mikó István, Jászai Mari díjas színművész, kiváló művész volt, aki először járt Zentán. Alapító tagja volt a Kaláka együttesnek, amit a színművészeti iskola miatt hagyott ott. Viszont a kapcsolat sose szűnt meg. Mint a jelenlegi példa is mutatja, soha nem szűnt meg. 5 éves jubileumunkon, hogyha utána számunk volt ebből bőven, minimum, hogy találkoztunk, és akkor ott folytattuk, ahol a bajtuk, néha még próba nélkül is, csak én beestem valami előadás után, és akkor mondták, hogy mit játszunk, és akkor játszottunk. A Kaláka együttes nagy támogatója az énekelt versek zentai fesztiváljának, hiszen ők maguk is a magyar irodalom legszebb versét zenésítették meg különféle hangszerekkel. Az a zenei anyanyelv, amin mi közlekedünk a vers megzenésítések során, és a magyar irodalom legszebb általunk kiválasztott és legszebbeknek gondolt versei közül válogatunk, ezek segítenek bennünket ahhoz, hogy ezekhez úgy álljunk hozzá, és olyan dalokat komponáljunk, amelyeket hitellel és hitelesen elő tudunk adni. A fesztivált 26. alkalommal rendezték meg, és nagy érdeklődésnek örvendett. A verseny és a Gála műsor mellett más kísérő programok is színesítették a fesztivált. Több programmal is kedveskedtünk a közönségnek az idejében, hiszen voltak tájoló programjaink is, ahol a Mécsvirág együttes szerepelt, volt gyermekprogramunk, ahol Grirus Vilmos örvendeztette meg a gyermekeket, illetve a versenyprogram, amely úgy gondolom, hogy csodálatosan sikerült. A fesztivált a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Magyar Nemzeti Tanács, valamint Zenta önkormányzata támogatta.